érkeznek az első ügyfelek a csütörtökön átadott új szekszárdi kormányablakba. A Bezérédi utcában található helyiségben összesen több mint 2500 hivatalos és hatósági ügyet lehet intézni. Az ügyfelek pedig igénybe is veszik a kormányablakokat. Tolna megyében ugyanis tavaly a pandémia ellenére is több mint 263 ezer embert fogadtak a kormányablakok. A helyszíneket tekintve most már ez a kormányablak, tehát a Szekszárd-Bezérédi utcai kormányablak a tizedik. Átlagosan, hogyha megyei szintet nézünk, mert nyilván első körben ezt kell vizsgálni, akkor az országos átlagnak megfelelő ügyintézés folyik, levetítve ezt a megyei szintre. Az átadón György István területi közigazgatásért felelős államtitkár is részt vett. Ő arról beszélt, hogy az első kormányablakokat 2011-ben adták át, azóta pedig az új Szekszárdival együtt már 306 működik az országban. Még ebben az évben további okmányirodákat fogunk átalakítani, és kettő olyan új kormányablak is létrejön, amely nem okmányirodából alakul át. Itt Szekszárdon ez a második kormányablak, de a megyében a tizedik. És éppen néztük a statisztikát, hogy a 9 kormányablak, hiszen ezt ma nyitottuk meg, és mint tizedik, a 9 kormányablak az több ügyfelet fogadott gyakorlatilag a pandémia évében, mint ahány lakosa a megyének van. Horváth István Tolna megye egy-egy számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a Tolna megyei kormányablakok országosan is kiemelkedően jó teljesítménye, az azokban dolgozó magasan képzett munkavállalóknak köszönhető. A kormányablakokért felelős miniszteri biztos pedig azt emelte ki, hogy folyamatosan fejlesztik a kormányablakok informatikai rendszerét. A cél ugyanis az, hogy a személyes ügyintézés mellett minél több dolog legyen, akár otthonról is intézhető. Ennek lesz egy olyan fejlesztés, amit az állampolgárok is tapasztalni fognak. A magyarország.hu felületen lesz egy kivezetése a kormányablak ügyeknek, ahol szabatosan, de mégiscsak az állampolgárokhoz közelebb álló nyelvezettel írjuk le ezeket az ügyeket. A kormányablakokban intézhető ügyek egy részét várhatóan már idén év végén el lehet majd akár otthonról egy laptop előtt ülve is végezni.